Nem elégedett Hende Csaba Szombathelyért folytatott lobby tevékenységével az LMP-s Ungár Péter. A képviselő azt nehezményezi, hogy a város alig kapott kompenzációt a kormánytól a pandémia miatt kieső bevételek pótlására. Erről is kérdezzük Hende Csabát. Jó estét kívánok! Na, volt honvédelmi miniszter, országgyűlési képviselő és Szombathely térségének országgyűlési képviselője. Azt mondja, hogy politikai ellenfelei támadást intéznek ön ellen, nem egyszer, nem kétszer. De hát ez normális, nem? Természetesen igen, az a hazugság áradat, amivel Ungár Péter nyakon önt engem nap mint nap, meg hát a közvéleményt is, tulajdonképpen egy kész átverés show-nak a része. Ő ezzel a rendkívül vehemens Fidesz és Hende ellenességgel tulajdonképpen szeretné elleplezni azt, hogy ő egy trójai faló. Ugyanis ha Ungár Péter bekerül a parlamentbe, akár listán, akár egyénibe, most is ott van, a megfelelő pillanatban ő át fog állni a Fideszhez. Ez olyan biztos, mint ahogy itt ülök. Hát akkor ne támadja, hát akkor elfbarátja. Hát dicsérem is, minden lehető alkalommal. Ő támad engem, hogy az előválasztáson a baloldali szavazók szimpátiáját elnyerje. Ennyit a jelenleg terítéken lévő ügyek elé. De na várjon, ezzel most így nem fogunk tudni túlmenni. Miből gondolja, hogy Ungár Péter bármikor is átül a Fideszhez? Megtehette volna eddig is? Hát erre nézve igen alapos tényadatokon nyugvó, szilárd meggyőződésem van, de hát majd meg fogjuk látni. Hát ön állított valamit, hát állít valamit. A jövőre akkor nézve állított igen, valamit, akkor valami meg fog történni. Van egy bázisa ennek az elképzelésének. Így van egy tudásbázis erről. Hát ezt tessék megkérdezni Ungár Pétert. Hát így csak összekente. Dehogy kentem ezt. Fidesz-szel. De hogy a Fidesz-szel, hát én büszke vagyok rá, hogy voltak. De ő nem biztos, hogy büszke lenne. A mi kutyán kölyke, hogy úgy mondjam. Értem. A lejárató kampány tehát oda-vissza folytatódik. Ezt nagyjából így össze tudom foglalni, ha megengedi. Viszont, amiket Ungár Péter mondott, azok között van, ami az szombathelyi tevékenységén túlmutat, lásd Panama, hogy mit keresett közpénzen Panamában, majd egy hétig másfél perces beszédért, és valami kifejezetten szombathelyi, a mennyi forrást tud biztosítani, és milyen felhasználásra a Szombathelynek. Kezdjük Panamával, lehet, hogy gyorsabban végigjutunk ezen a dolgon. Nagyon egyszerű a történet, sem kezdeményezője, sem szervezője, sem döntéshoz. De nem voltam ennek az ügynek. A helyzet az, hogy egy meglehetősen jelentős nemzetközi szervezet irányító bizottságának a tagja lettem 2018-ban, és ennek is köszönhetően sikerült azt elérni, hogy a következő tanácskozás Budapesten rendezzük. Tekintettel arra a külpolitikai negatív környezetre, amiben most kerültünk különböző okok miatt, teljesen érdemtelenül persze, washingtoni nagykövetünk Takács Szabolcs indítványozta a külügyminisztériumon keresztül, hogy az országgyűlés elnöke biztosítandó a szeptember 6-i fórumnak a sikerét küldjön ki engem Panamába, hogy ott a fórumon, illetve előtte és utána a steering committee, az irányító bizottság különböző összejövetelein egyengesen a magyar rendezvények. A régi ismerősökkel találkozott? Akikkel hát miniszter korából volt kapcsolata? Nem egészen. Évek óta ebben a szervezetben együtt működünk. Itt ebben a steering committee-ben van angol lordtól, német Bundestag képviselőn keresztül, francia szenátorig nagyon sok mindenki, de többek között Bill Cassidy amerikai szenátorral is tudtam találkozni és beszélni. És hát a legfontosabb, hogy Pittenger képviselő úr, az Egyesült Államok kongresszusának volt tagja, aki létrehozta ezt a szervezetet. Vele beszéltük át a budapesti programot és mindenféle mellékes körülményt, és örömmel jelenthettem, hogy mindenki, akivel beszéltem, úgy nyilatkozott, hogy szívesen és örömmel eljön Budapestre. El sem merültek azok a viták, amik most a budapesti kormányzat és jó vagy éppen hát, a nagyvilág között zajlanak? Baráti beszélgetések voltak, sok minden szóba került, de a lényeg az, hogy egyetlen napot sem töltöttem dologtalanul Panamába, és egyetlen forint közpénzt sem használtam fel illetéktelenül. Egyébként az utat az országgyűlés
külügyi igazgatósága szervezte, és az országgyűlés sajtószolgálata válaszolt is a sajtó megkeresésekre, melyben világosra tette, hogy washingtoni nagykövetünk javaslatára Kövér László kérésére vettem részt, semmiféle jogellenesség még csak fel sem merül ezzel az úttal kapcsolatban, ez egy munka utazás volt. Akkor gondolom, örömmel áll elébe, hogyha meghívják parlamenti bizottság elébe számolni erről az útra, ugye ezt Ungár Péter javasolja. Még egyszer mondom, semmilyen szabálytalanság nem történt, semmilyen turisztikai jellege nem volt ennek az útnak, ez egy kifejezett munka látogatás volt. Na, akkor Ungár Péter másik állítása. Miszerint is az Orbán kormány elvonta a szombathelyi önkormányzatok 3 milliárd forintot, ebből egy csomó minden összeget különböző önkormányzatok ilyen-olyan jogcímeken visszakaptak, szemben Szombathellyel, amelyik ehhez egy fillért nem kapott, viszont uniós forráshoz jutott, címkézve, megpántlikázva, hogy mondani szoktuk. Ez úgy nem igaz, ahogy van. Kezdjük az melyik elejéről. Része nem igaz? Az első mondatról az utolsóig nem igaz, csupa valótlan állítás van. 3 milliárd forintos nem elvonás? Igaz, nem igaz, nem igaz. Nem mennyi igaz. Az összeg hivatal? Elvonni azt jelenti, hogy elveszem, és ez a pénz nálam van. De a kormány nem vette el az iparűzési adóbevételnek a kis- és középvállalkozókra eső 50%-át, hanem ott hagyta a szombathelyi kis- és középvállalkozóknál azért, hogy ők a munkavállalóikat meg tudják tartani. Semmilyen más kár sem érte az önkormányzat? Szombathelytől elvonásra került az egész pandémia időszaka alatt a gépjármű adó összege, semmi más. Hiszen a parkolási díj is ott maradt a szombathelyi emberek zsebében. Nem igaz tehát a 3 milliárdos elvonás. Kezdjük itt. Nem igaz, hogy Szombathely nem kapott kompenzációt. A múlt héten döntött a kormány arról, hogy 1 milliárd 205 millió forintot különböző igen fontos a város által tervezett és igényként a kormány elé terjesztett beruházásokra meg fog kapni. De ez nem kompenzáció, ez a beruházásokra adott támogatás. De kérem szépen, működésre nem kellett Szombathelynek kompenzáció, mert a magyar települések közül a 8. legadóerőképesebb városról beszélünk. Szombathelyen 4,5 milliárd forint volt a helyi iparüzési adóbevétel 2010-ben, és 2019-ben meghaladta 10 milliárd forintot. Az egyik legjobb anyagi helyzetű magyar városról beszélünk. Van több ilyen város, akik nem kaptak működési kompenzációt a tárgyalások után. Ezek többsége fideszes város, Győr, Székesfehérvár, stb. De a kormány most úgy döntött, hogy miután ugyan nem vette el tőlük ezt a pénzt, és enélkül is talpon tudnak maradni, de körülbelül az iparüzési adóbevétel csökkenéssel megegyező mértékű beruházási célú támogatást ad. Mert ez kétség kívül nem tud megvalósulni, mert csökkentek a bevételeik, és a kormány most ezt odaadta. Ezért mondja ön, hogy kompenzáció, és ezért mondják az ellenzéki oldalon, hogy nem azt, hanem egyszerűen csak a beruházást támogatja, ahogy azt megígérte. Az az állítás, hogy ez az összeg ez oda megy, ahol önnek jó lesz. Tehát mondjuk egy olyan hidat vagy felüljárót fognak felújítani belőle, ami az önházához vezet. Ez a legaljasabb rágalom. Az én házam ettől a bizonyos hittól több kilométer távolságra van. Viszont a hittól 100 méterre van a Markusovszky kórház fő bejárata, ahol 1300 ágyon kezelik az egész régió betegeit. 100 méterre van az utca túloldalán az egészségügyi alapellátó központ, 200 méterre van a vérellátó központ, és 300 méterre van a mentőállomás. Ez indokolja, hogy ezt a hidat, amelyet egyébként 4 éve immár nem újít fel a szombathelyi önkormányzat, az ő feladata lenne egyébként, nem kormányzati nyilván feladat. Nyilván pénzkérdés. De kérem szépen, akkor most nézzük meg, hogy egy önkormányzat költésének a struktúrája, a költségvetése hogy néz ki. Vannak a kötelező alapfeladatok, ilyen a hidak karbantartása. Különösen egy ilyen hídé, ahol sok tízezer embernek az élete, egészsége forog kockán, mert hogyha leszakad a mentő alatt a híd, vagy egyáltalán nem lehet ráengedni a mentőt, akkor az beláthatatlan következményekhez vezet. Aztán vannak az önként vállalt feladatok, sporttámogatás és egyebek. Hogyha ez megvan, akkor lehet erre költeni. De az, ami Szombathelyen történik, hogy minden tiltakozás ellenére most legutóbb 63 millió forintot szavaztak meg arra, hogy a szombathelyi önkormányzati újságot, ami tisztán nettóba egy politikai propaganda kiadvány, a szombathelyi adófizetők plusz 63 millió forintjából elkezdik ingyenesen terjeszteni a Szombathely környéki falvakban. Ez önnek fájdalmas? Nekem az a fájdalmas,
hogy ez kifejezetten a hűtlen kezelés kérdését veti fel, mert ezek a települések... Önkormányzatnak van ezek kiadványa. Igen, de ezek a települések rendelkeznek saját helyi újsággal. És a polgármesterek kifejezetten írásban közölték a szombathelyi polgármester, hogy nem kérik, köszönik szépen, nem akarják megismerni azt az újságot, amelynek a címlapán legutóbb egy egész alakos Karácsony Gergely kép volt. Tehát egészen egyértelmű, hogy közpénzből országgyűlési választási kampányt, ellenzéki kampányt finanszíroz a szombathelyi önkormányzat. Ha elmegy egy újságos standra, nem lát ilyen újságokat, ahol miniszterek és miniszterelnök áll a címlapon? Ez most csak egy példa volt, az újság tartalma is problematikus, ezt többször kifogásoltuk. Egy mélyen súlyosan elfogult egyoldalú propagandalap, ez korábban amivel tömik a szombathelyi postaládákat, hát ezt megtehetik. De hogy a Séi, a Toronyi, meg a Vaskeresztesi postaládákban is betömködjék az ott élők kifejezett kérése ellenére, csak azért, hogy a propagandájukat eljuttassák, nos, ez már súlyos kérdés. Micsoda kampány lesz ott Szombathelyen is környékén. 63 millió forintot költenek erre, miközben sírnak, hogy nincs pénz a hidak javítására. Több mint 50 önkormányzati híd van. Ez a híd, amire most a kormány 130 millió forintot biztosított, a stratégiai fontossága miatt azért, hogy nehogy ezzel valami baj történjen. Hát negyedik éve már éves felülvizsgálat alá esik. Évente döntenek arról a szakértők, hogy egyáltalán járművet rá lehet-e engedni. Akkor ez a probléma ez nem most keletkezett? Nem, ez már a Fideszes önkormányzat idején is megvolt, de hát 2,5 éve, 19 januárja óta de facto és október óta de jure is a Nemény András vezette baloldali koalíció irányítja Szombathelyt. Tehát a kormány most nem azt mondta, hogy ennyi-bennyi, hanem azt mondta, hogy adok erre pénzt, mert a kórház működése, a vérellátó, az egészségügyi alapját és a mentőszolgálat működése. Ön járta ki? Ilyen egyszerűen? Ilyen egyszerűen. Ez volt az, amikor Gulyás Gergelyel találkozott. Nem, az egy másik történet, köszönöm, hogy szóba hozza. Tehát a mögöttünk... Ezt kivel beszélte akkor meg? Ezt hát a kormányzat megfelelő személyeivel, mondjuk Balla György miniszteri biztos úrral. Jó, Gulyás Gergely meg a jövőről beszéltek. Meg a múltról. Tehát akkor nézzük meg, hogy 2014 és 20 között a mögöttünk hagyott uniós fejlesztési ciklusban jóval több mint 200 milliárd forint fejlesztés érkezett Szombathelyre. Ez nagyon szép összeg. Ebben benne van az M86-os út, benne van egy sor iskolának az építése, felújítása, kórházba történtek óriási beruházások. Nagyon nagy összeg. A helyzet azonban az, hogy Gulyás Gergely miniszter úr vezetésével a következő 7 éves időszakra több mint 300 milliárd forintos forrást találtunk a magyar költségvetés fejlesztési bugyraiban, a rendes uniós kohéziós alapokban és a Covid újjáépítési alapban, ami ugye 2511 milliárd forintot tesz ki önmagában. Tehát ebből a három forrásból több pénzt tud jutni Szombathelynek, és ezt föltártuk, megkerestük egy a város bevonásával megalakult munkacsoporton keresztül. Tehát Nemény Andrásékkal ebben együttműködnek? Abszolút. Van egy munkacsoport, ahol a Gulyás Gergely embere, az én emberem és a polgármester embere folyamatosan egyezteti, lesi a lehetőségeket, nehogy egyetlen fejlesztési... Na hát ez példaértékű. Ez valóban ilyen nincs, egészen, egy másik egészen furcsa, kemény kampánynak ígérkezik, ami ott Szombathelyen zajlik. Önnek van két erős ellenfele a jelek szerint, Szeglédi Csaba és Ungár Péter. Korábban gyakorlatilag betolta a képbe Ungár Pétert azzal, hogy azt mondta, hogy ön azt szeretné, hogy ő legyen az ellenfele, ő nyerje meg az előválasztást. Miért? Mert abban az esetben rossz döntést már nem tudnak hozni a szombathelyiek. Akkor visszakanyarodunk az elejéhez, ugye? Hogyha Ungár Péter nyer, akkor ő vele egy fideszes kerül a parlamentbe? Hát innen is és nekem fütyöl. És ezt az LMP-ben tudják? Innen is nekem fütyöl. Ezt az LMP-ben tudják? Szerintem tudják. Fú, kíváncsian fogom figyelni, mi történik a szombathelyi kampányban. Hát kiderül a vallatásnál. Így is úgy is el fog válni az, hogy igazat mondtam, vagy nem. Hát talán vallatás mégsem lesz. Hende Csaba, köszönöm. Köszönöm szépen. Hát itt a végét már elnevetem. Szóval köszönöm szépen. Köszönöm szépen.